Igen, van ilyen filozófia, elképzelés, hogy mindenki egy, hogy mi most, hogy valójában van egy lélek, és most, amikor tapasztalatot akarja szerezni, akkor sok léleke válik, és a felvilágosodásnak a feladata egyé válni újra egyé. Egyé. Ez nem igaz. Mert már Bhagavad Gita elején is azt mondja, hogy nát eva hamcsatuna számnat vám nem nincs a nádipa. Sose volt olyan, hogy nem léteztél te, ők, én, mindenki más, és sose lesz olyan idő, hogy mi, mint az egyéni személyiségek, meg fogunk szűnni létezni. Szóval mi, mint egyéni lelkek, egyéni tudattal, érzelemmel rendelkező személyek, örökké ilyenek maradunk. Az az érzés, én létezek, én vagyok, mi külön mástól, ez a léleknek az örök természete. Szóval mi nem vagyunk egy. Mi természet szempontból egy vagyunk. Például a fajok között mi egy vagyunk, emberek vagyunk, egy faj vagyunk. De ez belül mi mindenki külön ember van. Annyi sok különbség van, vannak másféle népességek, ahol más szokások, kultúrák vannak, de egy ember csoportba tartozik. Vannak állatok, és vannak emberek. Ugyanúgy mi, mint lelki természetek, egy természetől rendelkezünk, örökké. De ezen belül mi mindenki egyéni külön csodálatos személyiségek vagyunk. És ilyenek maradunk mindig.